De akkor kezdjük 9 évvel ezelőttről, amikor is végül rászántam magamat, ha lehet így mondani, hogy hajbeültetése jelentkezek, vagy mindenféleképpen megpróbálom javítani azt az állapotot, ami igazából nagyon-nagyon zavart. Jó volt nekem sérülés, igazából sok stressz, de ugye sokszor azt mondják, ezt nem tudják, hogy akár genetikailag is lehet, hogy az embernek kopik a haja. Az önbizalmam eléggé lement, ha lehet így mondani. Amikor ezen elkezdtem gondolkodni, akkor végül is sikerült ezt bevonzani, ezt a herhangerit, és nagyon örültem, hogy belevágtam. Nagyon-nagyon jól sikerült a műtét, én úgy gondolom. Azt az érzés, ami akkor régen megvolt, az hál' Istennek az teljesen megváltozott. Amit átbeszéltünk, ahogy átbeszéltük, minden úgy működött, ahogy kellett. Ebben 9 évben nagyon sokan oda jöttek utána hozzám, és kérdezték, érdeklődtek, hogy ajánlom, hogy néz ki, mit tanácsolok, és akkor szembesültem vele, hogy igazából nagyon sok hasonló korú embertársam, férfi társam küszködik ezzel, vagy filózik, hogy akkor ezt megcsináljam, ne csináljam meg, és ugyanazokat az érzéseket mondták el, hogy nem érzik magukat olyan jól a bőrükben, zavarja őket, hogyha tükörben néznek, megkopott az önbizalmuk, nem úgy állnak saját magukhoz, és azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az ember fogadja önmagát, hogy érezze jól magát a bőrébe. Nagyon nagy változás és pozitív változás hozott az életemben, mind külsőleg, és egyébként mind belsőleg. Az embernek nem mindegy a kinézete, talán én is ugye sportoló vagyok, az ember sokat szerepelt a tévében, sokszor meg kellett jelenni, mondhatni, hogy megvan az a hiúsági faktor, ami miatt ez így mindenképpen azt mondtam, hogy ezen változtatni kell. És örülök egyébként, hogyha valaki megszólít, tehát nem érzem ezt most már úgymond kellemetlenül, mint mondtam az első műtétnél 9 évvel ezelőtt, volt egy ilyen pici kétely bennem, hogy mit fognak szólni majd mások, ú de ciki, úristen, hajbeültetés, akkor ez... És utána meg, most a 9 évvel utána meg azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon klassz dolog, hogyha az ember tud olyat, tud változtatni, ami zavarja, és utána ez jó érzéssel fogja eltölteni. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, ajánlom magamnak is újra, hogy egy picit sűrűbb legyen. Ahogy én látom, nyilván nem vagyok orvos, nem vagyok doktor, de hogy 9 év óta is fejlődött annyit a beültetés, akár az, hogy még tartósabban maradnak meg a hajszálok, úgymond az utókezelések, azok a plusz dolgok, amik most megvannak, az még inkább azt mondatja bennem, hogy bátran mindenki, hogyha ilyen problémákkal küzd, akkor vágjon bele, jöjjön el, beszélgessen, kérdezze meg a dokikat, kérdezze meg a szakembereket, hogy néz ki, mi a menete, ajánlják-e neki, és tényleg őszintén el fogják neki mondani, hogy lehetséges, mivel jár, és biztos vagyok benne, hogy körülbelül egy év múlva sokkal-sokkal jobban fogja érezni magát, mert azt kapja vissza, amit ígértek neki. Nyilván minden beavatkozásnál egy picit a fájdalomfaktor, meg a gyógyulási faktor, mennyi idő után lehet utána sportolni, mennyi idő után lehet vele mozogni, nekem az nyilván egy életforma, nekem ez egy fontos kérdés volt, de hogy az is viszonylag egy nagyon gyors gyógyulási folyamat van, ami utána az ember már megint edzésbe állhat, és utána ugyanúgy tud aktív életet élni, mint előtte. Folyamatos kontrollat voltam, tehát mindig beszéltünk, ez működött ez a kommunikáció oda-vissza, hál' Istennek, bármiféle problémám volt, vagy kérdésem volt, bármikor elérhető volt a klinika, úgyhogy folyamatosan néztük azt, hogy ez tényleg egy szép és jó eredmény legyen, és mint mondtam, tényleg meg vagyok vele elégedve, úgyhogy nem engedték el a kezemet a műtét után sem, de mondom, hogy közben is nagyon jó, ha lehet így mondani, egy műtétről beszélünk, hogy ugye említettem, mindenkinek van egy kis félelme, de hogy a műtét közben is
egy jó érzés, hogy az ember azt látja, hogy nagyon felkészült mindenki, nagyon figyelmes, mind a munkájára, mind arra, hogy az ember jól érezze magát a körülményekhez úgymond képest, hogy azért babrálnak a fejével, de hogy ez egy tényleg olyan munka, hogy nagyon nagy figyelmet igényel, nagyon aprólékos, de amit nyilván nekem az jött le, hogy tényleg nagyon-nagyon mindenki beletesz maximumot ebbe a munkában, mint én is, mint egy élsportoló. Tehát én is komolyan veszem, vagy vettem a focit, és hogy azt láttam itt, hogy mindenki nagyon komolyan a legjobbat akarja kihozni a munkájából, és ez én azt gondolom az eredményen abszolút meglátszik.